Az elmúlt 8 évben a magyar lakosság olyan mértékben szegényedett el, hogy az unió tagállamai közül csak Bulgáriát előzzük meg. Ennek az lett a következménye, hogy több százezren vándoroltak ki, miközben egyre több migráns érkezett az országba, ezt mondja a Jobbik elnöke. Schneider Tamás szerint a negatív folyamatok megállításához jelentős béremelésekre lenne szükség itthon. Ezt csak úgy lehet megakadályozni, hogyha az a bérúniós programunk, amit mi az Európai Uniós kampányunknak is az egyik fő célkitűzésévé tettünk, ez minél hamarabb megvalósul. Hiszen ha ez megvalósul, akkor értelemszerűen nem fogják elhagyni hazánkat a magyar emberek, és nem kell, hogy a Fidesz beköltöztessen több 10 vagy akár 100 000 bevándorlót Magyarországra. A Jobbik szerint nem jó irány, hogy a magyar kormány egyre inkább távolodik a korábbi uniós szövetségeseitől. A párt elnöke példaként azt említette, hogy a Fidesz tagságát áprilisban felfüggesztette a Néppárt. Nem kell külön talán mondani egy szekszárdiaknak, akik a borászatból élnek nagyon sokan, hogy milyen hatalmas érvágás lenne számunkra, hogy az Európai Unióból is távozna Magyarország ennek következtében, hiszen a borok még kevésbé lehetnének eladóak, illetve a szőlészetek, borászatok nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnének. Tehát mi azt szeretnénk, hogy ezen a választáson úgy gondolkodnának az emberek, hogy Magyarország bent maradjon az Európai Unióba. Azóta, hogy a Jobbikból kivált a Mi Hazánk mozgalom, a párt nem hallatott magáról Tolna megyében. Az ezzel kapcsolatos kérdésre Schneider Tamás most azt mondta, az elmúlt hónapokban több százan csatlakoztak hozzájuk Szekszárdról és a környékéről.